Na, szervusztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt vagyunk most jelenleg az Álmodi Sebesen. Álmomban nem gondoltam volna, hogy ma itt leszek. Szolnokra kell mennem, igazából videózáson kívül más tevékenység kapcsán, de hát gondoltam, nyilván akkor már úgyis videózunk. Még fogalmam nincs, hogy mit fogunk, mert voltak terveim, de hát keresztbe húzta a számításaimat az, hogy van egy felső vezeték szakadás, azt hiszem Monod és Pilis között, és hát emiatt jókora késések vannak. Ugye az Intercity az még sehol sincsen, amivel mentem volna, de gondoltam, hogy Kőványák is Pesten, akkor felmegyek az első, vagy felszállok az első olyan vonatra, ami Szolnokon megáll, és hát az Álmodi Sebes jött, nem tudom hány perc késéssel, lényegtelen is. Úgyhogy igazából minden azon múlik, hogy hogyan érünk be Szolnokra. Fogalmam nincs, aztán majd ott helyben kitaláljuk, hogy mit tudunk csinálni, hogy végzek én is a dolgaimmal, stb. Meglátjuk igazából. Ez egy ilyen kis kalandos videó lesz, valamit biztosan fogunk csinálni, valahol biztos, hogy el fogunk vonatozni, ott valamelyik mellékvonalra, ami éppen adatik, úgymond. Megérkeztem ide Szolnokra, sőt most már az elintézni való dolgaimat is letudtam, de sajnos egy órával, majdnem egy órával később értünk ide, végül azt találták ki, hogy az Álmodi Sebes megállt mindenhol, ami egyébként egy okos ötlet volt, és így viszonylag normálisan be tudtunk érkezni Szolnokra, hiszen egyébként előttünk lett volna még a ceglédi zónázó, amit egyébként monoron leállítottak, és akkor onnan tovább az Álmodival vittük az utasokat. De a lényeg az, hogy elcsúszott így a nap. Az utolsó ilyen ötletem, hogy mit kéne csinálni, az most ment el itt a szemem előtt, méghozzá a kecskeméti személyvonat, ami egyébként BZ-vel volt kiadva. Szóval igazán sajnálom, mert ugye a legtöbb esetben úgyival van kiadva, és BZ-vel szerettem volna amúgy is beutazni, vagy legalábbis egy ideig elmenni ezen a vonalon. Mondjuk Tiszakécskére gondoltam így a mai nap, de hát akkor ez így elúszott, mert majd két óra múlva indul a következő, az meg már nagyon késő lesz. Úgyhogy gondoltam, hogy menjünk el most a Szentesi Úzsgyival, aztán hát elmegyünk Kengyelre, aztán meglátjuk igazából, hogy hogyan tovább. Szóval nem megyünk Kengyelre, akkor ott nem sokára egy 20-25 percre rájön majd a szembejövő Úzsgyi, azzal visszajövünk Szolnokra, aztán kitaláljuk, hogy merre tudunk még menni. Kengyelen amúgy sem voltunk még. De egyébként tervezek a 60-i személlyel elmenni esetleg Újszászra, és Újszászról pedig a Jászapáti felől érkező személyvonat, ami mindig BZ szokott lenni, szóval akkor meg visszafele tudnánk BZ-zni ide Szolnokig, és akkor az Intercity-vel haza. Én így ezt találtam most ki, ez egy ilyen hirtelen jött ötlet, igazából most nem nagyon tudok már mit csinálni, elúszott a nap ezzel a késéssel, de hát ilyen a vasút, azért ez előfordul. Megérkeztünk Kengyelre, ahol egyébként semmi nincs, amit úgy érdemleges megmutatnom. Viszont azért egy érdemleges mégiscsak van, ha ezt vesszük. Ami gondolom egyébként a ilyen környékeken lakóknak annyira nem újdonság, de azért a pottyantós WC, mint WC a megálló helyen, az nekem mégiscsak valami ilyen szinten újdonság, és megvan a maga bája, ha lehet ezt így mondani. Ha jól emlékszem, egyébként itt Kengyelen van nézőm, mert hogy egyszer írta nekem, amikor Magi Majorra mentem, hogy ő Kengyelen lakik, komment szekcióba, úgyhogy innen üdvözlöm. És igazából Kengyelről sok mindent nem lehet tényleg elmondani, szóval egy vágányú megállóhely. Ugye ezen a vonalon Martfűn van az első, illetve szerintem az egyetlen találkozás, mert utána már csak Szentesen. Ugye olyan sűrűn nem közlekedik itt vonat, két óránként van egyébként vonat egy adott irányba.
beérkeztünk Szolnokra percre pontosan, és most átmegyünk a 11-es vágányhoz, és megyünk a 60-i személlyel, ami nagyon remélem, hogy posta BHV-val van kiadva, mert hogy azzal szoktam látni. Egyébként sokan mondjátok nekem, hogy azért legyek elővigyázatos, de higgyétek el nekem, egyrészt emberek közelébe sem megyek, szóval mindig olyan helyet keresek, ahol a közelemben senki nincsen. Másrészt csak a videó kapcsán szoktam levenni, de itt van nálam a maszkom is. Ezt nem magam miatt, mert hogy a maszk nem engem véd, hanem azokat az embereket, akikkel esetleg kontaktusba kerülök, mint például egy jegyvizsgáló. Szóval ez azért mindig nálam van és használom is. De nyilván a videóban, most a 3 perces monológban, amíg itt vagyok fog egyedül, addig nem fogom felvenni. De csak azért mondom, mert sokan írtátok ezeket, de higgyétek el, hogy azért nem vagyok én senkinek sem az ellensége. Megérkeztünk Újszászra, és mögöttem a zónázóval mennek az emberek. Nem tudják, mit hagynak ki, mert hogy 9 perc múlva jön a bézés, az is visszamegy Szolnokra, úgyhogy mi természetesen azzal fogunk menni. Hát sajnos, srácok, ezt nem tudtam nektek felvenni, hogy begurul, mert azt képzeljétek el, hogy 6 perccel előbb megérkezett, úgyhogy én nem voltam erre felkészülve, és egyszer csak ide begurult, azt csak azt láttam, hogy már itt van konkrétan, úgyhogy ne haragudjatok, de azért az élmény meg lesz, itt is természetesen a pótkocsiban fogunk utazni, hiszen ebben van az igazi feeling szerintem, meg ez az, ami egyébként nekem bizonyos szempontból így kimarad. Közben leteszem a táskám, mert amelyik bézés vonalakon mostanában utaztam, meg utazok, meg ahol utazhatok, ott nem nagyon van pót, szóval a Diós Jenőin sem nagyon szokott lenni, meg hát az 5-ös számú vasútvonal nyilván nem, ott szólóban van, a Komárom-Esztergomon is szólóban van, szóval ez nekem egy kicsit ilyen újdonság, és gyönyörű szép időnk van, minden Hawaii Disney napfény. Egyébként láthatjátok, hogy Jászapátiról jött ez a bézé, de a vonal egyébként Vámosgyörgyig tart, viszont azt néztem, hogy Vámosgyörgyig így egész nap folyamán mondjuk Szolnokról 4 vagy 5 vonat van. Egyébként itt is 2 óránként van közlekedés, kivéve délelőtt, ahogy néztem, ott van egy nagyobb szakasz, amikor nincsen vonat Szolnokról, legalábbis Jászapátira, mert én azt néztem, azzal szerettem volna jönni, csak hát ugye nem értünk időbe Szolnokra a felső vezeték szakadás miatt. Kérjük, a vágány mellett vigyázzanak.
from Budapest, nyugati station, via